Közel 5000-en dolgoznak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kórházaiban, gyógyítók és az őket segítő egészségügyi dolgozók. A Semmelweis napon kitartó munkájukat méltatták. A gyógyító munkát hittel, kitartással és odaadással lehet végezni. A nyíregyházi ünnepségen lévő orvosok között sokan több évtizede vannak az egészségügyi pályán, és többen olyan területen dolgoznak, ahol nagy szükség van a szakemberekre. Sáhi doktor 1980 óta dolgozik a nyíregyházi kórházban, 2000-től a geriátriát vezeti. Nem véletlenül külön szakma a geriátria, mert a idős betegeknek a gyógyszerelése, kivizsgálása, stb. Viszont nagyban eltér a fiatalabb korosztályétól, más dolgokra kell odafigyelni. Nyugat-Európában a gerontológiának nagyon komoly múltja van. Nálunk még ez csak bontakozik, de hál' Istennek Nyíregyháza ebben az élen jár az országban. 30 milliárdos beruházási csomag valósult meg az elmúlt években a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak osztályain, új arculatot kaptak, megújultak. Javultak a munkakörülmények, és a kormány a következő évi költségvetésbe már beépítette az orvosok, ápolók bérkompenzációját is. A fiatal szakorvosok fizetése akár nettó 150 ezer forinttal is emelkedhet, mondta a megyei kórházak főigazgatója. Elindultunk egy olyan úton, amit szeretnénk elérni, ha csak a visegrádi négyeknek a szintjére tudnánk eljutni, az is egy nagyon komoly eredmény lenne. Itt, aki reálisan gondolkodik, nem gondolhatja azt, hogy egy év alatt, két év alatt ugyanazt a színvonalat el tudjuk érni, mint amit egy Németországban, Angliában dolgozó kollega elér. Azonban azt gondolom, hogy ezzel a fokozatos béremeléssel már egy olyan, hát hogy mondjam, olyan bért tudunk biztosítani, amely esetleg itthon tarthatja a kollégákat, vagy ugye most hát különböző, nem tudjuk a Brexit-tel mi lesz, tehát különböző, hát hogy mondjam, híreket hallva, lehetséges, hogy bizonyos kollégák vissza fognak jönni és itt fognak dolgozni. A Semmelweis napon orvosok és az egészségügyben dolgozók munkáját köszönték meg, valamint főorvosi és adjunktusi kinevezéseket is átadtak.